Na, szóval jó napot, kedves emberek! Most nem fog látszódni, úgy döntöttem, mert hogy minek látszódni, minek is kellene, hogy látszódjék a fejem. Egyáltalán nem kell, még itt a háttérben gyorsan tejet a helyére teszem, azt mondja, hogy itt van. Igen. Egy gyors tej, ahogy illik. Oké, na, szóval látjátok, az asztalon már itt vannak ezek a dolgok, amiket az előbb kicsomagoltunk itt a tesztelek mindenek konyhájában, boszorkány konyhájában, vagy nem tudom micsoda, és előkészítettem néhány banánt, mert hát azért mégis úgy illik, hogy banánt úrmixszal köszöntsük itt a népet, illetve banánt úrmixszal köszöntsük az új Sencor kütyüket, ugye konyhai gépeket, az egyik az egy Nutri Blender, a másik pedig egy Super Blender, vagy mi a, igen, automatic, vacumos Super Blender. Az a lényeg, hogy blend a lelke mindennek, ezért ezek most blenderek. Na jó, ez megint egy rossz szóvic volt. A gépek be vannak dugva, és hát szanaszét vannak szedve. Kezdjük azzal mondjuk, hogy az biztos, hogy ezt le fogjuk szedni róla, és amit látjátok, ez majd ide belejön, ez az egyiké. Az is biztos, hogy a másiknak is van egy motorja, és mondjuk erről is leszedjük a tetőt, ez ilyen egyébként, amit mutattam a kicsomagolásnál, itt van ilyen gumitömítés. Oké, és belül is van gumitömítés, tehát arra azért vigyáznod kell, hogy otthon akarsz a boszorkányhonyhádban dolgozni. Tehát ez ennek a motorja, ez meg ennek a motorja. A kettő között első ránézésen nincsen sok különbség, de azért mégis vastagságban, meg a késeknek a minőségében azért van, ez egy kicsit recés, az borzasztó éles. Azt mondja, hogy hát akkor csináljuk azt, hogy mondjuk ilyen banántokat beledobálunk, hát ha tetszik, hanem addig a madarat, azaz a banán héját szépen oda félredobálom. Én egy kicsit összetöröm, és ha fura, ha nem, banánt úrmixszal kezdjük a tesztet, mert hogyha azt sikerül megcsinálni, akkor majd jöhetnek a következő dolgok, események. Hát persze, hogy az asztalról leesik, mert hogy a fizika az ilyen, illetve mi az? A gravitáció, igen. A gravitációt, aki kitalálta, az úgy tervezte meg, hogy... Nem tudom, egyébként ti honnan szoktátok bodnálni a banánt, ez egy érdekes kérdés, írjátok meg itt a YouTube videó alatt, vagy szóljatok hozzá a fácsén, vagy bárhol, hogy ti melyik oldalról bontjátok a banánt. Erről az oldalról, ahol él, mert lusta vagy, és akkor csak így megtöröd és lehúzod az egészet. És ez a banán, ez most már a másik pohárba fog belemenni. Szóval... Ja, és egyébként különböző méretű poharak vannak, tehát űrtartalomra 1 liter, 0,8 liter, stb. Stb. Amit látjátok, az egyik az egy kicsit nagyobb, mint a másik. Hát így lesz a... Na szóval, onnan az arról az oldalról, vagy pedig innen így megtéped, és akkor innen bontod. Szóval erre lehet válaszolni. YouTube-on, Facebookon, hát azt nem mondom, hogy az Instán is, de akár ott is hozzászólhatok, és elmondhatjátok, hogy a banánt honnan kell bontani, hogyha nem ilyen majmok vagytok, mint én. Szóval erről az oldalról? Vagy erről az oldalról? Vagy a kettőről egyszerre itt sztereóba. Igen. Hát jó, ez nagyon béna volt. Mindegy is. Tudjátok, hogy sose szoktam teljesen komolyan venni a dolgokat. Ma se sikerül, úgy látszik. Na, szóval az a lényeg, hogy kibontottam. Annyit csináltam csak, hogy hát megnéztem, hogy egyáltalán hogyan működik. Mármint, hogy hogyan kell bekapcsolni, mert azért az mégiscsak fontos. Banánt úrmix, az ugye megvan a banán. És akkor az előkészített tej, amit az előbb ide leraktam. Ebből ízlésszerűen, hát mondjuk. Oké, szerintem ennyi most így hirtelen elég lesz. Ebbe is rakunk egy kis tejet nagyjából. Hát azt nem mondom, hogy pont ugyanannyi, meg hogy pont ugyanolyan lesz az ízesítése és az aránya. De nézzük meg, szóval a banánt úrmix, ti mit szoktatok belerakni, ez is egy érdekes kérdés. Az ember rakjon bele azért mégis a banánhoz, kicsit keserkés kéne, valami cukor. Hát én úgy döntöttem, hogy nem nutiból készült az egész, de Nutinak van egy szép lány tesója, ő pedig Nutella, ugyebár. Én ezt ide szépen bele fogom kanalazgatni, ha sikerül. Jól van, nagyon ügyes vagyok. Egyszer már láttam Nutellát, ami lejött a pohár széléről, úgy, ahogy szerettem volna, .com, vagy hú, vagy bármi. A másikat azt szerintem belezélem ide egy banándarabbal. Az van, hogyha ez nem sikerül, akkor megeheted. Ezt ajánlom mindenkinek. Amit látjátok, ott még van egy kicsi a dobozban, meg hát a fólián mindig ott marad egy kicsi. Az pontosan arra jó, hogy az ember egy kicsit, vagy nem is annyira picit, hogy hívják azt? Nyalakodjon, ez az, na, csak eszembe jutott. Jaj, össze fogom kenni mindjárt a konyhaasztalt, a vadonatúj konyhaasztalt összekelem nutellával, hát ilyen bénát, na, figyeljetek. Ezt engedjük el most, ezt ide félreteszem, ezt ugyanúgy engedjük el a fenébe, ezt majdnem megeszem inkább. És akkor most jön az, hogy szépen rátekerül az ember, ügyesen, okosan rátekerül az ember. Na, hát egyrészt szorulásig, másrészt miért nem, másikat is rátekerül, szorulásig. Mármint nem olyan szorulásig, ne értsétek félre, ez nem az a szorulás, hanem ennek kell itt szorulnia. Ugye az fogja megakadályozni, ha minden jól megy és jól csináltam, hogy nem folyik ki. Kifolyik, vagy nem folyik ki? Nem folyik ki. Nagyon állat. Ami zseniális ebben az egészben, hogy van, mutatom, van három ilyen kis tüskét kint. Ezeket tulajdonképpen bármelyik innen is berakhatod, innen is beidőzítheted, vagy illesztheted innen is. És utána, amikor akkor fogsz és nyomsz egy ilyet, és ő már jelezte, hogy oké, készleti állapotban van, ezzel gombbal pedig megnyomjuk. A másiknál ugyanez van, hasonlóan működik, egyébként a motoroknak az átmérője az ugyanakkora, és ezért a poharak átmérője is ugyanakkora, de a motorokat azért nem illik összekeverni, tehát leket itt is fogod, és amit csel, az az, hogy ez az. Jó? Ennek viszont itt hátul van egy kapcsolója, és már ott is van. És akkor ilyenkor van az, hogy én például ilyet még nem csináltam, most a banánok, az banán helyja lehet, hogy útba lesz. Ezt kidobom, oké? Szóval ilyet én még életemben nem csináltam, most megnézzük, hogy mi az, amit kell vele nyomni, vagy mi az, amit kell vele csinálni, mi van, ha ezt a gombot megnyomjuk. Oké. Ezen ilyen elég hosszú másodpercet idővállítottam, de ezt tovább fogod elállni. És ami érdekes, hogy ennek az egészen nem tudom ebből mit hallni, majd elmondom végekkel, hogy az ő vákumot képes ebben, tehát kiszúrja a levegőt, és úgy csinálja, amit látjátok, ő is szépen találgat, stb. És azt szeretném nagyjából ugyanannyi ideig vákumot elálljuk, mert nézzük meg, hogy egyáltalán mi lesz belőle. Szóval, ebből van még 15 másodperc, azt megértünk, nem tudom micsoda, de le lehet állítani, oké, illetve ezen is itt van a stop gomb. Na, szóval amit akartam mondani, és amit mondtam is, az a lényege ennek az egésznek, hogy ez ő így, tehát ő a vákumos, ő valahogy egy, azt olvastam így, mert azért mégiscsak elolvastam, hogy mi az, amit kell róla tudni, ő valahogy egy ilyen vákumot képez benne, és nem is a turmixnál, hanem majd amikor a következő videóban darálok majd almát, répát, narancsot, szóval ott lesz majd érdekes ez az egész, mert ugye sokkal inkább egybe tartja az egészet, nem folyik szét, nem tépli annyira szét, mint ez a másik. Egyébként mind a kettő zseniális szerintem, és akkor most nézzük meg, hogy mi lett belőle. Nem jól zártam le, egy picit folyt, de semmi vész. Ki lehet takarítani szerencsére, ezt közben ugye kikapcsolja ilyenkor az ember. Oké, azt pedig nem is kell kikapcsolni a másikat, mert ő saját maga, mint levetted róla ezt a kis kütyüt, már is jaj, majdnem ráléptem valamire. Szóval már is kikapcsolja saját magát, amire ráléptem volna, illetve meg is rúgtam, az nem volt más, mint a hosszabbító, amivel látjátok oldalról van megvilágítva a fantasztikus kis stúdiója, a tesztelelke mindenek konyhájának, mert az nagyon kell. Szóval bemutattam nektek azt, hogy hogyan záródik rosszul, ha nem csinálod jól, és hogyan záródik jól. Szépen letekerve. Igen, ilyenkor azért jó kis banánturmixos lesz mind a kettő motor, de ezeket természetesen el lehet mosni, ki lehet takarítani, és semmi baj lesz, ahogy szoktam volt mondani. Na, ti melyiket innátok meg először? Én ezt kóstolom meg. Nem tudom, hogy látszom-e vagy nem. Húha. Mai vacsorám megvan. Na, a lényeg, tényleg nem tudom, hogy látszottam-e bármit is ebből a ivásból. Szerintem annyira nem, de hát ezzel nem vesztetek semmit. Most megyek és feltöltöm a YouTube-ra, hogy milyen a reggeli banánturmix, amit délután készítettél el, és másnapra időzített. De lehet, hogy még fölrakom most, és akkor nézzétek meg. az biztos, hogy reggelire tényleg el fogunk készíteni ezt a almás, narancsos, répás kütyűt. Na, szevasztok! Szóval a lényeg, ahogy már mondtam, tesztelek mindennek, Sencor terméket teszteltünk most, iratkozzatok fel a YouTube-ra, és tudjátok, a hónap végén, illetve jó hónap elején 2 óra lesz kisorsolva, mert a költözés miatt most az elmaradt. Szóval tesztelek mindennek, Face, Insta, honlap, minden, ami számít. Szevasztok, YouTube!